Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, egy általános kivetés a kínai mintával, a kínai kártyákkal. Úgy is mondhatnám, egy kínai szerelmi jóslás. Ez a kártya ott középen jelenteti a te jelenlegi helyzetedet, vagy az ő jelenlegi helyzetét. Itt az érmékről van szó. Ezek lehetnek anyagi dolgok, pénzügyi ügyek, amit rendezned kell, vagy neki kell ezt rendeznie. Mivel a pénz és a munka összefüggésben áll, ez utalhat a munkahelyi helyzetre is, hogy vannak korlátozások. A kép azt jelenti, hogy itt vannak nehézségek az anyagiakat, illetően azokat kellene rendezni, vagy neked, vagy neki, vagy vannak problémák a munkahelyen. Amit az érmék jelenthetnek, ezek a belső értékek, vagy az elismerés, és lehet, hogy nem kapod meg az elismerést, vagy ő nem kapja ezt meg, az is lehet, hogy sokat dolgozol, és kevesebbet keresel, mint mások, nincs meg az elismerés, sőt, lehet, hogy kicsit hiányzik az önbizalom, hogy higgy magadban, mert te értékes vagy ahhoz, hogy megkapd azt az élettől, amit szeretnél. Ott felül az a kép jelenti a te gondolataidat, vagy az övéd. A képen látható egy nő, ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya jelentheti azt, hogy a gondolataid körülötted vannak, hogy mit tudnál változtatni a külsődön, a fellépéseden, a környezetedben. De a kártya azt is jelentheti, hogy ez a férfi gondol rád. Ennél a kártyánál tulajdonképpen az igazságról is szó van, hogy kiderül az igazság. Lehet, hogy benne vagy egy bírósági ügyben, ahol most majd rendeződnek a dolgok, de azért még vannak korlátozások. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy átéltél bizonyos dolgokat, ami eddig igazságtalannak tűnt, és most itt lesznek változások, kiderül az igazság, meg lesz a fellépésed. Ez a kártya jelentheti a transformációt, és mint egy újjászületés. És ez lehet a te gondolatod, ezek lehetnek bizonyos tervek, mert szeretnél valamit változtatni magadon vagy körülötted. Ez a kártya ott alul utal az érzelmekre, a te érzelmeidre, az ő érzelmeire. Ez a kártya szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ez, ami úgy összeköt benneteket, a szeretet, a szerelem mély érzelmekkel. Ez nem egyoldalú, hiszen a kártya jelentheti az ő érzelmeit is. Itt ez a bal oldalon látható kártya utal a külső befolyásokra. Ez olyan vicces, ez a kártya, hiszen ez a kehely jelképe, de a képen látható egy olyan pohár, ami számomra idegennek tűnik, de hát itt a kínai kártyákról van szó. Lehet, hogy Kínában ilyen poharak vannak. A lényeg az, hogy ez a kártya víz elemét szimbolizálja, és mint említettem, a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, szóval ez a külső befolyás. Valaki érzelmekkel közeledik hozzád.
A kettes szám utal kapcsolatra, ez lehet egy párkapcsolat is, sőt, az is érezhető itt, hogy nincs harmadik személy a háttérben, tehát megbízhatsz benne, nem lép félre. Amit a kép még jelenthet más élet területeken, ez lehet egy szerződés is, de mivel érzelmekről is szó van, itt ez a szerződés, amit most megköttök, olyan családias, barátságos. Ez lehet egy munkahelyi szerződés, ez lehet egy bérleti szerződés is. Az, hogy mi történik a közeljövőben, az a jobb oldalon lévő kártyán látható. Egy szerelmes pár, és ez te vagy, és ő. Lesz közeledés, áttölel téged, kimutatja az érzelmeit, és ti megjelentek itt, mint egy szerelmes pár, ahol még korlátozások vannak, az az anyagi helyzet, vagy a munka hivatás, de ott is lesznek változások és megújulások. Mindezt átéled majd, mint egy újjászületés, és ez tényleg lehet egy új irány, egy munkahelyi változás. Ami a szerelmet illeti, a párkapcsolatot illeti, itt megvannak az érzelmek mindkettőtök részéről, lesz közeledés, találkozni akar veled, kimutatja az érzelmeit, és látható az eredmény, ott megjelentek, mint egy szerelmes pár. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon, ennek is örülnék, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!